A ma reggel sírva az Úr Jézus nem leli a kinyílott sírban. Emmaus járás. A szokás azt a bibliai történetet eleveníti meg, amikor a feltámadt Jézus megjelenik az Emmaus felé tartó tanítványainak. A tanítványok először nem ismerik őt fel, elbeszélgetnek vele, majd Emmausba érve vacsorára hívják, ahol felnyílik a szemük és rádöbbennek, hogy Jézus mindvégig velük volt. Mindenképp egy biblikus alapja van annak, amire húsvét hétfőre sort kerítünk itt a városban. Emmaus járás, ez az emmausi tanítványokra utal, akik ott voltak Jeruzsálemben, amikor Jézus keresztre feszítették, eltemették. És a Szentírás így írja, hogy történtek után lógó orral, nyilván szívükben gyásszal indulnak hazafelé. Ez az Emmaus, ez Jeruzsálem mellett egy kis település, és azt élik meg, hogy mindennek vége. Ez a mesterük, Jézus sok mindent mondott, és klassz volt vele együtt lenni, de azzal, hogy meghalt és eltemették, vége a világnak is számukra. És a föltámadt Krisztus aztán mégis útközben megjelent számukra, kísérő társként. Eleinte még nem vették észre, aztán pedig Jézus felfedte magát. Ez a bibliai történet. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. A városban már hagyomány, hogy húsvét hétfőn szorosan az ünnephez kapcsolódva szintén Emmaus járást tartanak. Éppen innen a Kálváriától, nagy pénteken, itt végeztük el sokakkal a keresztutat. Úgymond itt temettük el Jézust. Itt volt az ő halála. Utolsó stáció után éppen Jézus keresztje is itt áll, a kápolna mögött, és ezzel ért véget a nagypéntek számunkra is. Nyilván azóta megünnepeltük Jézus föltámadását a húsvéti liturgiákban, szertartásokban. Most már Alleluját is énekel az egyház bőségesen, ez egy örömének. Csak tégedet kértlek, tengerekre indulok, örvényekre szállok, tenger mélyén mit nekem, hagyomodban járok. A célunk az most a Mözsi templom lesz. Gyalog megyünk, projekcióval, ez nem csak azt jelenti, hogy kirándulunk egyet, nem tudom én, a húsvéti sonkát, hogy lejárjuk, hanem zarándokút. Imádsággal, énekekkel indulunk és megyünk. Lesz talán egy pontja annak is, hogy a Tolna és a Mős határ mezsén van egy kőkereszt, amit sikerült felújítani, tavaly meg is áldottam. Oda valószínűleg elénk fognak jönni a mözsi testvérek, néhányan a közösségből, és aztán együtt megyünk be majd a templomba. Szimbólumok, gesztusok, és azt gondolom az élő közösségnek is mégiscsak egy formája ez is. Húsvétot tegnap például Körmeltben is megünnepeli az egyház, és ez azt jelenti, hogy kimegyünk a templom falak közül az eukarisztiával,
amiben mi Krisztus valóságos jelenlétét valljuk, hisszük, imádjuk. Úgyhogy ma megint kijövünk a templom falai közül, mert húsvét az az ünnep, amikor az élet győz a halál fölött. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rám életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.